Öltönyben feszengő ifjak, báli ruhába bújt lányok, a szalagavatú ünnepségek elmaradhatatlan keringőjével indult az 5. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium szalagavató műsora. A diákokat Sebes Péter igazgató köszöntötte, aki a sikerek mellett a boldogságra és a teljes életre való törekvést hangsúlyozta. Azt próbáltuk meg a 4 év alatt is, illetve hát a szakképzősöknek 5-6 év alatt a lelkükbe vésni, hogy találják meg önmagukat, boldog, kiegyensúlyozott emberek kíváljanak az életbe, és talán ez a legfontosabb. Nem mindig a siker hajszolása, a pénznek a hajszolása hozza meg az igazi boldogságot, hanem az, hogy lelkileg kiegyensúlyozott, normális emberek kíváljanak. És ezt fogom hangsúlyozni a beszédbe is, mint egy útravalóként nekik. A most végzős osztályokat már érintette az iskolák fenntartóváltása. A 11. évfolyam elején egy osztályt megszüntettek, így a már kialakult iskolai közösségeknek újra kellett formálódni. A változás nehézségeiről, az összekovácsolódásról is hallhattak a szülők és rokonok a búcsúztatón. Az infós fiúk is megérik a pénzüket, hisz előszeretettel dobálnak, sajnos órákon és szünetekben is galacsinokat, szendvicseket. Divat a táskák dugdosása is, különösen matek és töri órák előtt. Két tanulónak van előrehozott érettségie, Horkai Tamásnak testnevelésből, Veres Ádámnak angol nyelvből. A hagyományos évvégi főzőversenyeken igyekeztünk mindannyian részt venni, amire mindig finomakat főzni. Tavaly évvégén igazi csapatmunkával sikerült 2. helyezést elérni, amire nagyon büszkék vagyunk. Már elmondhatjuk, hogy igazi közösségi kovácsolódtunk, ebben a szalagavatóra való felkészülés nagyon sokat segített. A diákok produkcióikkal azt igyekeztek megmutatni, milyenek ők maguk. Prózával, tánccal és énekkel léptek színpadra.